Elindulunk a középkori városka felé, mely a zarándokok áhított helye. Messziről így látszik a Szent Ferenc temploma. A városkapun belépve igazi ódon hangulat vesz körül. A San Francesco olyan költői, hogy körbe kell járni. A felső templom bejárata. Kerengője. Az alsó templom bejárata. Bent rossz a fényviszony, és tilos filmezni is, de azért egy pár snittet sikerült készíteni. Kárpótlásul egy néhány állóképpel szolgálok a gyönyörűségekről. A felső templom látványa. Két oldalt sorakoznak Giotto, Szent Ferenc legendájának képei. Szent Ferenc sírkápolnája, az altemplom oltára, főhajója, pápai trón. A felső templom képével köszönünk el e megkapó helytől. Egy késői utód. A középkor zarándokai ezen árkád alatt pihentek meg. Az egyik legépebben megmaradt középkori városkát járjuk be. Szent Benedek temploma. A városháza.
mellette eredeti római templom a Minerva. A város első, 300-ban mártír halált halt püspöke, Szent Rufinus nevét viseli a dóm. San Chiara, a Clarissa rend anyazárdája és temploma. San Francesco plébánia temploma. Ide be tudtunk menni, mert éppen próbált az énekkar. A naplementét látva, a naphimnusz sorai sejlenek fel bennünk, mely újongva köszönti Istent a világ szépségeiért.